Kettlebell edzés zajlik, a gyakorlatokat Kis Csaba mutatja be, aki már világbajnoki második helyezettnek és Európa bajnoknak mondhatja magát. Csaba sok mindent kipróbált, saját bevallása szerint egész életében sportolt. Elsősorban azonban kézilabdázott és sűrűn látogatta a konditermeket. De hogy hogyan találkozott a kettlebellel, arról meséljen már ő maga. Kettlebell és én 2006-ban találtunk mi egymással, még önvédelemre jártam egy Cseh Tamás nevezetű úriemberhez krabmagára, és ő neki volt egy ilyen füles golyó a kis táskája mellett, és mindig megkért, hogy próbáljam ki fél éven keresztül, próbált győzködni, hogy csak próbáljam ki, mert én akkor még konditerembe jártam, hetente ötször, és fél év után mondtam, hogy jó, egy a fene, akkor most kipróbáltam, és hát másnap olyan izomlázom lett, hogy amit nem tudtam elképzelni. Felhívtam, és mondtam, ez most mi? És akkor mondta, hogy ő ezt akarta hallani, és na ott egy kicsit úgy kapcsoltam, és kipróbáltuk a többi gyakorlatot, és azonnal leváltottam így a konditermet a kettlebellre. A váltás olyan jól sikerült, hogy Csaba hamarosan a versenyzést is felvállalta, olyannyira, hogy ma már nemzetközi szinten is számon tartják. Legutóbb Franciaországban ért el kiemelkedő eredményt. A világbajnokság, Európa-bajnokság az többször van, így már mint így egyébe rendeznek, mert különböző szervezetek vannak, és a szervezeteknél van egy ilyen megadott versenytípus szám. Mindegyiknek van igazából, ami alapból indult, az három versenytípus volt, ez a hosszú ciklus, amiben én indultam, volt a lökés, ami súlyemelésből ismerős, és van a szakítás. Ez a három, és akkor jöttek hozzá ezek az alajáték nevezetű kettlebell gamesek, ami már ilyen pentatlon, ilyen összetettebb versenyszámok, és így vannak megrendezve minden évben. Hát most itt a világbajnokságon amiket először kiírtak, akkor nagyon sokan voltak, csak ugye ez a vírushelyzet ez oda is odaért, sajnos. 370-80 regisztrált versenyző volt, körülbelül 300-an voltak ott. Most először mondhatom azt, hogy így a világbajnokságon, most léptem ki először úgy igazából a komfortzónámból, mert az utolsó 5 percben teljes sötétség képszakadás volt, és csak az volt a fejemben, hogy hármat-hármat csinálja. Kiabáltak szemből, de nem hallottam, sőt a kijelzőt csaláltam, csak vártam, hogy vége legyen. A világbajnok egy belga versenyző lett, de Csaba erősen feni a fogát a díjra, úgyhogy fogadalmat tett magának a jövőre nézve. Most már itt tudom, hogy jövőre mit kell csinálnom, hogy elvegyem a világbajnoki címét. Mert elveszed? El. Biztos. Az Európa-bajnokság az szintén meglepetés volt, mert ott első lettem, az totálisan meglepetés, így az első nemzetközi szereplés, és ebben kvalifikáltam magam a világbajnokságra. Én sportagozatos óvodába, iskolába jártam, én világéletemben sportoltam. És nem az, hogy jobb, hanem más. Ez olyan, most nagyon divat szó ez a funkcionális, nem funkcionális, hanem egyszerűen olyan használható dolgokat ad képességbe, állóképességbe, simán fizikai erőlétbe, olyan, annyira fel tudja húzni az embereket erőlétbe, hogy például egy irodában ülő embernek is tudnám ajánlani. Nincs korhatára a sportszer használatának, mondja. Amíg az ember mozogni tud, addig lehet vele dolgozni, erőnlétet fenntartani, és ezzel egészségesebb életet élni.